Kicsi falu, de nekem mégis szép, elválni tőle, ez lehetetlenség. Szeretlek téged, mindannyiunk bölcsőjét, itt születtem, ennek a földnek eszem áldott kenyerét. Így kezdődött az ünnepi összejövetel Győrén. A település az elmúlt hónapokban 7 nyertes pályázatot tudhatott magáinak. Eszközbeszerzéstől elkezdve a szabadtéri fitnessparkon át, a járda és vízelvezető rendszer építéséig szinte mindenre nyert támogatást a 660 főt számláló kis település. A Magyar Falu program keretein belül, valamint toppos és líderes pályázaton összesen 72,2 millió forintot nyertek. A kivitelezések befejeződtek, így egyszerre tudták átadni a támogatásból létrejött fejlesztéseket. 3 utca csapadék vízelvezetését valósítottuk meg. Aztán líderes pályázatban nyertünk kültéri fitnesszparkra 4 millió forintot, ami 1 millió forinttal megtámogattunk saját erőből is, és így megvalósult a kültéri fitnesszparkunk. A 3 utca csapadék vízelvezetésére nyert összeg 51 millió forint volt, ezen kívül a Magyar Falu program keretein belül orvosi és védőnői eszközöket tudtak beszerezni, rendezvénysátrat, sörasztal garnitúrákat, konferenciaasztalokat és székeket, valamint a nemzeti és helyi identitás tudat támogatása nevű projekt alapanyaggal járult hozzá a járda építéshez. Ez összesen még 17,2 millió forint volt. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen. Mindez ahhoz járul hozzá, hogy ez a település fejlődjön, illetve az itt élők érezzék azt, hogy nem csak ők törődnek a házuk, portájuk rendbetételével, hanem az önkormányzat és a kormány is hozzájárul ahhoz, hogy a saját településük tudjon fejlődni. Elmondta, hogy most nagy fejlesztések történtek a településen, de ezzel nem érnek véget a korszerűsítések. Igyekszik továbbra is támogatni a település jövőbeni terveit, például az óvoda felújítását.